Ezek a kamerák csupán védik a belgrádi lakosokat, vagy arra is használhatóak, hogy kövessék őket. Az erről szóló vita még uniós intézményeket is elért. A szerb fővárosba utaztunk, hogy többet tudjunk meg a helyzetről. Egy olyan kiberbiztonsági szakértővel találkoztunk, akinek küldetése van. A digitális kriminalisztikával foglalkozó mérnök rámutat, a kamerák alkalmasak lehetnek az arcfelismerésre. Ezek a kamerák képesek felismerni arcokat, tárgyakat, rendszámtáblákat, bármilyen emberi ügyletet, ami körülöttünk történik. Az adatokat pedig egy olyan adatbázisban tárolhatják, amelyet a belügyminisztérium és a rendőrség kezel, amit aztán elemezhetnek és összevethetnek más adatforrásokkal és más információkkal. Digitális jogokkal foglalkozó aktivisták legalább 1200 okos kamerát azonosítottak, amelyeket a kínai high-tech óriás, a Huawei gyártott. A hatóságok határozottan tagadják, hogy bármilyen arcfelismerő szoftvert használnának, és azt állítják, a kamerák csupán a forgalmat figyelik, és a bűnüldözésben játszanak szerepet a hagyományos módon. Az aktivistákat azonban nem sikerült meggyőzniük. Rajzoltak egy vázlatot, amely szerintük a megfigyelési platformot ábrázolja. Belgrád elég biztonságos város. Szakértőként úgy véljük, nem igazolható egy ilyen tolakodó rendszer alkalmazása egy olyan városban, mint Belgrád. Milyen források alapján gondolja, hogy a rendszer már be van üzemelve? A belügyminisztérium és a rendőrség két adatvédelmi hatástanulmányt is kiállított, amit az adatvédelmi törvény ír elő. Benyújtották ezeket az iratokat az adatvédelmi biztosnak, aki a legmagasabb hatóság ezen a téren Szerbiában. A biztos pedig visszadobta mindkét adatvédelmi felmérést, mivel azok nem voltak elég átfogóak. De így is sok információt tudtunk használni belőlük. Az aktivisták szerint az a tény, hogy a kormány konzultált az adatvédelmi biztossal, azt bizonyítja, hogy biometrikus megfigyelést akar használni. A belügyminisztérium és a Huawei 5 éve írták alá a szerződést, amelynek a célja az utcai biztonság növelése volt. A bírálók azt állítják, a projekt teljes költsége nem ismert, és a becslések is több 10 millió euróról szólnak. A kamerákat 2019-ben kezdték telepíteni, számuk a karantén idején kezdett szaporodni, ezzel még inkább kivívva a projekt bírálóinak gyanúját. Tábunk több alkalommal is megkereste a szerb elnök hivatalát, a miniszterelnöki irodát és a belügyminisztériumot, valamint a rendőrséget. Senki sem akart nyilatkozni. Az adatvédelmi biztos válaszolt a kérdéseinkre. Azt mondta, a kormány biztosította arról, nem használnak arcfelismerő szoftvert, mivel a jelenlegi törvények nem engedik meg a biometrikus adatok feldolgozását. Azt viszont elismerte, hogy a folyamatból hiányzik az átláthatóság. Keveset lehet tudni, ami gyanút kelt az állampolgárokban. Ennek nem szabadna így lennie. Úgy vélem, nincsen oka annak, amiért a belügyminisztériumnak vagy a kormánynak titkolnia kéne az információkat arról, mikor valósulnak meg a terveik, hol tartanak most, hogyan tervezi azokat kivitelezni a kormány biztonságos város és biztonságos társadalom projektjei révén. Safe city and safe society. Adatvédelmi biztosként milyen fő kérdéseket és panaszokat kap a belgrádi lakosoktól? Egyre többször merül fel az arcfelismerés lehetősége és a személyes adatok feldolgozásának kérdése. Az állampolgároknak nincsenek információik, ezért hozzánk fordulnak válaszokért. Aggódnak a telepítendő kamerák száma miatt. Tudni akarják a közterületek számát, ahová a kamerákat telepítik. És tudni szeretnék, hogy feldolgozzák-e a személyes adataikat jelenleg, vagy sem. Mivel Szerbia jelenleg EU csatlakozási folyamatban vesz részt, még uniós intézmények is kifejezték aggodalmaikat. A jelenlegi uniós adatvédelmi szabályok ugyanis tiltják a biometrikus adatok feldolgozását a személyes azonosítás céljából. Azt csak nagyon különleges feltételek esetén engedélyezik. Tudtuk meg az EU bővítésért felelős egyik ügyvivőtől. Tagjelöltként Szerbia elkötelezte magát amellett, hogy hozzáigazítja törvénykezését a jelenlegi és jövőbeni uniós vívmányokhoz, köztük a személyes adatok védelméről szólókhoz. Emiatt 2018-ban új személyes adatvédelmi törvényt vezetett be.
Figyelemmel kísérjük ezt a témát, és párbeszédet folytatunk róla a szerb hatóságokkal. Arról informáltak bennünket, hogy Szerbia addig leállítja a biometrikus személyes adatok feldolgozását, amíg az erre vonatkozó jogszabályokat nem módosították, és igazították hozzá a személyes adatok védelméről szóló törvényhez. Kéne aggódniuk a belgrádi lakosoknak az okos kamerák miatt? Hogy felhívják a figyelmet a problémára, ezek a kiberbiztonsági szakértők felszereltek egy régi kávégépet kamerákkal, érzékelőkkel, mikrofonokkal és egy egyszerű szoftverrel, amely könnyen eltárol adatokat. Úgy vélik, a technológia a valós idejű megfigyelést mindenütt jelenlévővé olcsóvá és kockázatossá tette. Az arcfelismeréssel meg lehet csinálni, hogyha megyek az utcán, és valaki markereket tesz rám, és azt mondja, rendszer, mondd meg nekem, Vlada merre jár, mikor látod, akkor szó szerint élőben követ engem. Ez pedig veszélyes. Mondhatom, hogy nem vagyok bűnöző, nem zavar. Az emberek azt is mondják, hogy nincs rejtegetni valójuk arról, hogy merre járnak és mit csinálnak. De az emberi lényeknek valamiféle magánéletre is szükségük van, még akkor is, ha semmi rosszat nem cselekedtek, igaz? A magánélet megsértésén kívül milyen veszélyeket rejthet az okos megfigyelés az emberi jogokat illetően? Nevena Ruzsics, a személyes adatok védelmére szakosodott ügyvéd, a Soros György által támogatott nyílt társadalom alapítványokkal dolgozik együtt, amelyek célja a civil szabadságjogok kiterjesztése. Azt mondja, a nyilvános vita már régóta esedékes az országban. We talk about freedom of movement or freedom of expression. Egyensúlyba kell hoznunk a javasolt intézkedéseket, például az arcfelismerést a város területén a bűnüldözés érdekében, és azt, hogy bármilyen specifikáció és korlátozás nélkül használják a rendszert az olyan jogokkal és szabadságokkal szemben, mint a mozgás szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési szabadság vagy a vallás szabadság. Szóval sok alkotmányos szabadságról és jogról van szó, valamint az emberi jogok európai egyezményéről is. Without any limitation against those rights and freedoms. Az okos kamerákat telepítik, és nem létezik jogi keret a használatukra. Az aktivisták gyanakodnak. A kormány elutasítja a vádakat, de nem hajlandó válaszolni a kérdésekre. A lehetséges belgrádi biometrikus megfigyelést sokan követik árgus szemekkel.